biztosító berendezés fejlesztésbe kezdtünk a Ráckevei vonalon. Távvezérelhetővé tettük a közvágóhidat. Annak érdekében, hogy Pest-Erzsébet felső állomásról közvágóhíd végállomást felülvezérelhessük, több szerteágazó feladatot kellett összehangoltan megvalósítani. Először is ahhoz, hogy a vonatok Pest-Erzsébet felsőtől egészen a jelenlegi végállomásokig nyomon követhetőek legyenek, a két állomás között vágányfoglaltság érzékelés kellett megvalósítani. Ehhez az állomások határainál úgynevezett tengelyszámlálókat helyeztünk el. A tengelyszámláló berendezés mindkét vágányon teljes hozban felügyeli az állomás közt, a kezelőszemélyzet ennek segítségével meg tud győződni a vasúti pálya szabad vagy éppen foglalt állapotáról. Az új rendszer központi eleme 100%-ban hazai termék, amely a közvágóhídi Domino 55 típusú biztosítóberendezés távkezelését teszi lehetővé korszerű elektronikus felület segítségével. Kollégáink aktív közreműködésével mind a felülvezérlő rendszert, mind a tengelyszámláló berendezést integráltuk a közvágóhídi biztosító berendezésbe, valamint az eddig használt helyi kezelőpult szükséges módosításait is elvégeztük. A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy szükség esetén közvágóhíd állomást bármikor rugalmasan helyi üzemmódba lehessen átkapcsolni. A műszaki személyzet és a forgalmi szolgálattevők oktatását is meg kellett szervezni, mivel a berendezés és a műszaki megoldás teljesen újnak számít. A felülvezérlő telepítésének jóvoltából a szolgálattevő távolról az igényesen felújított forgalmi toronyból tudja vezérelni a közvágóhidat úgy, hogy közben Pest-Erzsébet felsőn tartózkodik, de mindent lát és mindent irányít, vonatot indít, fogad, jelzőt kezel. Utazzanak velünk minél többet a Ráckevei vonalon is, elindultunk a fejlődés irányába.